Sziasztok, ma is egy különleges, speciális steelbookot láthatok itt a rovatunkban, de attól, hogy ez itt van, hogy itt lesz a rovatunkban látható, azért szerencsére itt, az bohócám az nem szerepel itt. Maximum a háttérképben láthatjátok itt, ugye nagyon jó ez a ilyen 3D-s hatású borítókép, ugye tetszik ez a csatornás jelenetre, ahol a bohóc árnyékát is láthatjuk. Egyébként az egész bohóc árnyéka nagyon nagyszerűen szerintem már a film elején is rávetül a nézőre, annak ellenére is, hogy nem mindig láthatjuk még az elején, és később lendül bele igazán az akcióba, és amikor már ilyen teljes főszereplő lesz, és beletolják a néző a kamera képébe egy középpontba kerül szó szerint is, akkor már nem is olyan pillanatos egyébként, mint korábban. De ezen kívül egyébként nagy baj nincs a filmmel, sőt, ez sem egy olyan nagy baj összességében, mert nagy részt nagyon jó az új, úgymond, bohóc. A régi téve változatnál sokkal pillanatosabb szerintem. Bár az hozzá kell tenni, hogy a régi filmfázazathoz sokkal kevesebb költségvetés volt, és próbáltak sokszor inkább a hangulattal filmíteni, és nem az ilyen jumpscare-ekkel, és kicsit azért több itt a jumpscare, talán, mint a régi változatban. Ennek mondjuk költségvetésre elég okai is vannak szerintem. Egy ilyen nagyobb költségvetési horrornál jellemzőbb azért legtöbbször a jumpscare, és egy tévéfilmnél azért kevesebb volt korábban, 1990-ben. Ott is nagyon jó volt Tim Curry, de azért Skarsgård is nagyon jó. Az egész Skarsgård családban valamilyen franchise-ban lassan, vagy ilyen sorozatban szerepel, ugye jön a másik rész is jövőre, de addig is ez a steelbookot nézhetjük meg, amely most le volt akciózva, összes 3900 forintra, de mindjárt ugrottam is rá, annak ellenére nem akartam megvenni, ugyanis voltam megvárom a bővített változatot, de sajnos most egyre úgy néz ki, hogy itthon lehet, hogy nem is fog jönni, külföldön se 100%, mert ha azt mondták, hogy idén jön, akkor már igazán jönnie kéne, be kéne jelenteni róla valamit, de lehet, hogy csak októberre, szeptemberről jön, és akkor mondjuk augusztus közepén végén jelentük be, hogy hoppá, itt is van, és jön. Hát akkor aztán eladom majd ezt, de addig is jó lesz ez a lejátszónkban. Nagyon jó és nagyon szép kiadás. És hát a film is tényleg az egyik legjobb horror volt tavaly, és utána a legjobb is tavaly. Nagyon jól vegyítette az ifjúsági filmek jellemzőit, az ifjúsági horror filmek jellemzőit, illetve magát az itet, történetet, amit a regényben láthattunk, vagy amit már részben meg is hallottunk a tévéfilmből, azt modernizálva, úgymond, még sokkal szebb fényképezéssel képes volt ugye, megidézni, felidézni és elhozni közénk azt a hangulatot, azt a zsigeri érzést, mind a mellett, hogy iszonyat jó szereplőgárdát hozott össze, nagyon nehéz jó gyerekszínészeket, illetve gyerekszínészgárdát összehozni, és szerintem itt jobban sikerült a Stranger Things-ben. Annyira hápják a Stranger Things, pedig ott csak szerintem a nosztalgia faktor az, ami viszi ezt a filmet, vagy ezt a sorozatot előre. Ez a film nem csak a nosztalgia faktor, hanem az érdekes jelenetek, a nagyon jó gyerekszínészek, és a kémia, ami köztük van, és azt, hogy nem próbálnak túlon-túl ráerőltetni dolgokra. Mert szerintem a Stranger Things-nél én azt éreztem, például nagyon ráerőltetnek bizonyos jelenetekre a színészek, valószínűleg produceri rendezőutasítás miatt, és a színészek is szerintem egyszerűen gyengébbek voltak eredetűben, mondjuk, ha nézitek a kettőt. Az én véleményem is tipikusan nagyon amerikaiak, amit én nem annyira szeretek egyébként. És itt ezt nem éreztem, pedig én is Amerikában játszik, és azt mondom, hogy a 50-es vagy 70-es években. Hirtelen nem emlékszem, mert azután nem láttam sajnos, amit a moziba volt, de hát ezt hamarosan pótolni fogom. Elég azt, hogy nagyon össze tudták hozni a hangulatot, a színészi játékot, a főgonoszt, a képi világot, a zenét, a misztikumot, illetve a háttértörténetét is mondjuk aznak, a bohócnak, vagy Pennywise-nak. Úgyhogy én nagyon is várom a másik részt, ahol már ilyen felnőtt szereplőkkel fogunk találkozni, illetve lesznek ilyen flashback-ek, vagy nem tudom még, hogy mik, a gyerekszínészekkel is, de nagy részt ilyen felnőtt karaktereikkel fogunk találkozni, amely rész egyébként általában még sokkal félelmetesebb lesz, mint ez. De nézzük ennyi duma után a kiadványt. Hátul kapunk egy ilyen kicsi leafletet, az a frászt hozza majd rád, de durván.
láthatóz idézet, aztán iszonyat sok magyar feliratos extra van rajta. Pennywise éve fedezve, hogy készült fel Bill Skarsgård arra, hogy eljátsz azt az isrényt, amely csak úgy hívja magát Pennywise, a táncolós bohóc. A vesztesek próbája ismerkedni a közelben az Austin Angel sztárjaival, aki között szoros kötelék alakult ki a fordítás során. A félelem szerzője Stephen King felfedi bestsellerének gyökereit, a gyerekkori félelem természetét és azt, hogy hogy hozta létre a legkíresebb szörnyetegét Pennywise-t. Kimaradt jelentek, 11 kimaradt és bőített jelent a filmből. Bár mondjuk most itt eszembe azt mondták, hogy annyira szebb létezett változat, hogy ezek a bőített kimaradt jelenteket belepaskolják a filmbe, ha jól emlékszem. Mert igen, akkor lehet, hogy ezt nem is veszem meg, akkor sok értelme lehet, hogy nem lesz. Mert akkor ezt itt meg tudjuk nézni. Játék ide 135 perc, tehát egy hosszú horrorról beszéltünk, és olyan hosszúra, mint a Démonok között kettő, és mind a kettő nagyon jó lett. 18 ezer felülieknek ajánlott természetesen a film. Ez egy provideó kiadás, de ahhoz képest nagyon jó lett. Tehát dicsérni tudom igazán. 1080p HD, Full HD súlya felbontás, 241-es a képarányjal, Dolby Atmos True HD angol, DTS HD Master Audio 5.1-es angol, illetve Dolby Digital 5.1-es magyar, cseh és török hangzás, felirat magyar és mindenféle, egyéb a képbontás, gépfelbontás az extraknál többféle lehet, tehát változó hangformátumok. Ilyen provideós kiadás, levesszük a leafletet, akkor hátul egy ilyet láthatunk. Ez vajon honnan lehet ismerős, igen, a film elejéről. Előről pedig ugye ezt láthatjuk, amit már láthatatok, hogy azt fogalmazunk ki. És itt pedig itt van az itt, jó kicsibe, de ott van, vagy itt van. És belül pedig itt van az itt. Kicsit ilyen kaput is formál, ez tetszetős, főleg azért is, mert ugye meg tudjuk a filmben Pennywise háttérsztoriát, és azt, hogy igazából nem igazán bohóc, az csak egy álcakülső. Ami az a legtöbbször hasznos volt az áldozatok elfogásában. Pedig újra láthatjuk a legkisebb gyerkőcnek a kezét. Mondjuk a hát úgy azt, hogy te lehetett volna még erőteljesebb is. Meg nagyon nagy látható visszatükröződnek rajta a dolgok. Lehet, hogy innyi azt is meglátjátok itt mögöttem. Uha, ez lehet, hogy az, de lehet, hogy én vagyok. Nem jó, nem biztos, nem mindegy. Igen, tehát ez a kiadás, mindenkinek ajánlom, tudom. Vegyétek, figyétek, érdemes beszerezni. Még be lehet, de nem olyan sok helyen, ha jól tudom. Nem tetszett nektek a bemutató. Búcsúzom tőletek, sziasztok!